Úgy éreztem, hogy Isten cserben hagyott. Josh 2001-ben kezdett ismerkedni azzal a lánnyal, akiről úgy hitte, hogy az Úr őt neki szánta feleségül. Akárcsak ő, a lány keresztény volt és jó családból származott. 6 év után Josh mégis úgy érezte, hogy véget kell vetnie a kapcsolatnak. Olyan jeleket kezdtem észrevenni, amelyek arra utaltak, hogy nem a helyemen vagyok. Imádkoztam és kértem az Urat, hogy oldja meg, vagy áldja meg a kapcsolatot, de nem áldotta meg. Szakított a mennyasszonyával, de az engedelmessége nem a hitén alapult. Belül tudtam, hogy csak azért voltam hűséges, mert volt bennem egyfajta kötelességtudat. Aztán az egész átfordult egyfajta ökörrázásba Isten felé, hogy miért is ne? Én megtettem az én részemet, nem követem tovább a szabályait. Azt fogom tenni, amit eddig még soha, eljárok szórakozni, berúgok, olyan helyekre megyek, ahova nem tartozom. Amikor a lázadása nem oldott meg semmit, a frusztrációját Isten elé vitte. Elkezdtem imádkozni, és mindent Istenre helyeztem, mert nem értettem, mit akar. Éreztem, hogy Isten közli velem, hogy a feleségem létezik. Nincs is messze, de túl értékes ahhoz, hogy a jelenlegi állapotomban rám bízza. Tudtam, hogy rendeznem kell a kapcsolatomat Istennel, hogy először őt kell szeretnem. Istent kell tennem az első helyre. Csak pár kilométerrel arrébb a Charleston Egyetem kampuszán Ashley Williams zenepedagógus szintén Istentől várt válaszokat. Hasonlóan Joshhoz, ő is talált valakit, aki tökéletesnek tűnt, de valami mégsem stimmelt. Istennek megvan a módszere. Amikor ránk tör az a nyugtalanság, addig nem ereszt, amíg nem csináljuk helyesen a dolgokat. Velem is ez történt. Egyszerűen éreztem, hogy addig nem lesz nyugtom, amíg véget nem vetek ennek a kapcsolatnak. Ez hitbeli ugrás volt. Valóban, mert Isten azt mondta, hogy más tartogat a számomra, valaki jobbat. Nekem ezért fel kellett adnom a stabil kapcsolatomat. Voltak, akik bolondnak néztek. Ashley a Bibliát tanulmányozta, hogy választ találjon. Bár nem értettem, de az ige megerősített abban, hogy Istennek van terve velem. Ott a Jeremiás 29:11, és ez a terv jó. A Róma 8:28-ban ígéri. Tudtam, hogy jót tartogat, de még várnom kell. És az nagyon nehéz. Nem vagyok egy türelmes típus. Válaszokat akarok, szeretném tudni a következő lépést, szeretem tudni, hová tartok. De amint arra figyelek, ami valós, ami jó, ami igaz, akkor a békesség elárasztja a szívemet. És megnyugszom. Közben Joshnak is meglett a saját felfedezése. Nem azért változtam, mert a helyes dolgokat cselekedtem, hanem azért cselekedtem helyesen, mert őt kerestem. Amikor a Bibliát tanulmányoztam, azt kerestem, hogy mit mond nekem, és akartam, hogy beszéljen hozzám. Amikor imádkoztam, az nem arról szólt, hogy felsoroltam, mi van az én szívemben, inkább egy beszélgetés volt Istennel. Megtanultam csendben hallgatni őt. Amikor reggel felébredtem, ő volt az egyetlen, aki számított. 2008-ban, Valentin napon, Ashley egy megvallást írt a naplójába. Azt írtam, Istenem, ha nem is lesz társam, nekem te akkor is elég vagy. Azt a szeretetet akartam ünnepelni, amit a szabadítóm iránt éreztem. Két nappal később találkoztak Ashley szólóestjén. Tudom, hogy gicsesen hangzik, de azt éreztem, megállt az idő. Megláttam őt, és mintha Isten szólt volna, hogy ő az. Mi? Viccelsz velem? Ő lenne? Sosem felejtem el azt az érzést. Emlékszem a pillanatra, amikor megláttam őt. Isten súgta, hogy íme itt van. Én csak hallgattam, amint szenvedélyesen beszélt az Úrról. Ő a legsugárzóbb személy, akivel valaha találkoztam. Árad belőle az Isten iránti öröm és buzgóság. Josh és Ashley elkezdtek találkozni, eljegyezték egymást, és 2008. november 22-én összeházasodtak. Szerintük az a legfontosabb dolog, akár egyedül van valaki, akár házas, hogy szeretett kapcsolatban legyen Krisztussal. Először is őt kell követni, és szilárdnak kell lennünk magunkban és a vele való kapcsolatban. Amíg az időzítésre várunk, csodálatos dolog történik.
Elkezdjük megtapasztalni azt a bővölködő életet, amit nekünk szánt.